hívész fejlődésében a Festetics család az egy nagyon fontos szerepet játszott. Thor Ferenc történész felkutatta azokat a személyeket, akik a Festetics kastélyban szolgáltak, velük készített mintegy 30 darab interjút. Ez adja a 350 oldalas, egy arisztokrata család mindennapjai című könyv tartalmának gerincét. Az első interjú alany Nemes István, Festetics Tasziló huszára volt 1984-ben. Ekkor több mint 3 évtizeddel ezelőtt kezdődött meg a gyűjtő munka, mely mára könyvé érett. Elbeszélgettem ezzel a Nemes Istvánnal, elmondta, hogy mi volt a dolga, hogyan látta a Festetics Taszilónak, Festetics Györgynek és egyáltalán a családnak az életét, és mondtam a Nemes bácsinak, hogy legépelem akkor ezt az interjút, és utána egy 2-3 hét múlva menjünk be a kastélyba és a parkba sétáljunk, és meséljen újra, és közben meghalt. És ez döbbentett arra rá, hogy bizonyára élnek még Festetics alkalmazottak, jó lenne őket megkeresni, és elbeszélgetni velük. A kötetben két világ találkozik és bontakozik ki előttünk. Az interjúk alapján megismerhetjük a Festetics család tagjait, a pompás főúri világot, de emellett a személyzet sors történeteibe is bepillantást kapunk, egyfajta társadalmi korrajzként szolgálva a ma embere számára. 1730-as évek végétől a 20. század közepéig, tehát durván 200 éven keresztül meghatározó volt a Festetics család, Keszthely és természetesen Hévízen is, tehát ezért is fontos mindannyiunknak, hogy hogyan éltek ők. A szerző 1985-ben Festetics György herceget is felkereste Bécsben, a vele készített interjú is megtalálható a könyvben. Számos fotó is helyet kapott, ezeket Thor Ferenc részben az interjú alanyaitól, részben pedig a levéltárakból, múzeumokból gyűjtötte.